Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm kedves vendégeimet, dr. Bödő Lászlót és Herke Szabolcs urat. A Pécs Televízió fél óra című adását látják, és ahogy a vendégek bemutatásából kiderült, sportról fogunk beszélgetni ebben a fél órában. Ahogy mondani szokták, az ördög a részletekben van elrejtve. Pécsváros sportkoncepcióját az önkormányzati sportbizottság megtárgyalta. Én azt javaslom, hogy ne egészében, hanem próbáljunk egy kicsit részleteiben beszélni erről a dologról. Az első kérdésem az, hogy anyagi finanszírozás. Éveleje van, az egyesületek készülődnek, költségvetést csinálnak, a sportbizottság pedig, gondolom, hogy ülésezik, és megpróbálja elosztani azt a pénzt, ami mennyi is az idén, Bödő úr? Hát most tényleg az ördög itt alszik valahol, mert rendkívül boldogok voltunk, amikor a polgármester úr megnyerte a választást, ugye, és ez volt az egyik szlogenje, hogy 1%-ot kap a sport, és ugye akkor már számolgattunk, hogy az mennyi is, és ugye eljutottunk odáig, hogy ez durván olyan 160 millió forint. És ehhez mi hozzászámoltuk azt, hogy az iparüzési adóból is a sportegyesületek nagyon szépen ugye kivettek, és akkor a sport nagyon jól fog járni, és lesz egy kényelmes évünk, amikor rendbe tudjuk tenni azokat a dolgokat, ami úgy elmaradt. Bocsánatot kérek, az iparüzési adó hogy került bele a képbe? Mennyit kaptak a sportegyesületek az iparüzési adóból, és egyáltalán milyen csatornákon keresztül jutott el ez a rendeltetési helyére? Hát most ilyen apróságokat nem számítok, akkor 74 milliót kapott a sport iparüzési adóból, ami nem kevés. Tehát azt hiszem, hogy hát eddig az elmúlt évek során ez volt magasan a legtöbb, hogy 74 milliót kaptak a sportegyesületek. Ez úgy működött, hogy a vállalatok befizették a sporttámogatási közalapítványra, és a közalapítvány 3% kezelési költséget levéve utalta tovább az egyesületnek. Tehát mi csak azt ellenőriztük, hogy a sportszervezet-e, akinek küldték a pénzt, vagy nem. Ha nem, akkor nem küldtük tovább, de ilyen nem fordult elő. Tessék mondani, kiknek a szemét szúrhatta az, hogy ez az összeg oda jut, ahova kell, vagy ha oda jutott, akkor ez a felhasználás területén mindig arra volt-e használva, amire szánták? Hát ez két nagyon különböző dolog. Az egyik az, hogy nagyon sok ember szemét szúrta, ez egészen biztos, hiszen 18 közalapítvány részesülhetett ebből, és ebből 12 egy fillért nem szedett össze. Mindössze 6 olyan közalapítvány volt, aki ebből részesült, de nagyon keveset, tehát 6-7 milliót, meg 4-et, meg 1-et, meg ilyen összegeket, a sport meg 74-et. Tehát ez sok embernek szúrta a szemét. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy ha valamelyik cég odautalta a pénzt egy egyesületnek, mi azt nem tudtuk ellenőrizni, meg se próbáltuk, hogy milyen céllal utalta oda. Hogy esetleg ők is oda mennek sportolni pályabérlet hiányába, vagy ezt pótolják. Tehát ez is előfordulhatott, de én nem állítom, hogy ilyen volt, de előfordulhatott. Tehát ezt nem lehetett ellenőrizni, hogy milyen céllal utalták oda. Herke Szabolcs, szabadidősport, hiányozni fog ez az összeg? És mennyi hiányzik mondjuk, ha Pécsváros szabadidős és tömegsport egyesületeit, rendezvényeit nézem? Amiről nekem tudomásom van, hát a tavalyi évben körülbelül olyan 500 ezer forint volt, ami ezen a csatornán befolyt. Idén hát... Ez az egész Pécsi, az összes egyesület? Nem, ez a Melitta Szabadidősport Egyesületről van szó, ami végül is a város szabadidősport szövetségét is helyettesíti egyben, és a legnagyobb rendezvényeket ez az egyesület rendezi Pécs városában. Tehát az ő gazdasági tevékenységéről van elsősorban tudomásom, és hát őróla beszélek most. És hát terveink szerint, mivel a kapcsolatok azért egyre jobban kialakultak, és a rendezvényeinkkel megvoltak elégedve azok a cégek, akik bennünket választottak, 1999-re ez emelkedett volna. Hát most itt tartunk. Bödő úr, vissza fogunk térni az ellenőrzésre. A kérdésem azonban az, hogy
A sportbizottság koncepciójában hogyan szerepel az, vagy hogyan fér bele, hogy inkább jobban dolgozó egyesületeket és sportolókat támogatnak, vállalva azt, hogy esetleg kisebb vagy szabadidős egyesületek megszűnnek? Igaz-e ez az állítás? Na most itt arról nincs szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy egyesületek megszűnjenek. Tehát erről nincs szó, csak arról van szó, hogy a sportbizottság nagyon nehéz helyzetbe került, mert egyrészt a sportegyesületek, ugye ők is számoltak, hogy körülbelül mennyit kap a sport, már eleve az igényeiket lényegesen megemelték, és úgy küldték be a sportbizottságra. Most, hogy az iparűzési adóból a 10% ugye lehetősége megszűnt, most ugye azt a kiesést is a sportbizottságtól várják. De most ennyi pénz nincs. Ennyi pénz nincs, ehhez több mint 200 millió kellene. Bocsánat, hogy közbevágok, de én hallottam olyan álláspontot, hogy ennek következménye lehet az, hogy valójában azok, akik nem tudják a szükséges anyagi fedezetet előteremteni, esetleg megszűnnek. Tehát a koncepció az, hogy mégis azokat támogassuk, akik esetleg olimpiai sportágokban szerepelnek, eredményesebbek, vállalva azt, hogy ezek a kis egyesületek hát sajnos el is sorvadhatnak ennek következtében. Igen, ezt azt hiszem, hogy fel kell vállalni a sportbizottságnak. Tudnélik a koncepciónak a vázlatában, vagy ahogy az egyik sportbizottsági tag mondta, a Szirmai Csaba, hogy gondolatok ugye, a koncepcióról, hiszen a kormánynak a sport irányelvei még nem jelentek meg, és addig hát nem lenne szerencsés elkészíteni egy 4 éves koncepciót. Tehát ezt mindegyen meg kell várnunk, de már gondolkodni kell sok mindenről, mert hogyha megjelenik a kormánynak az elképzelése, akkor már késő lesz, hogy mi saját dolgainkat ugye valamilyen egységes formába önteni. De ez benne van a koncepció vázlatában, hogy elsősorban azt, ahol letettek valamit az asztalra, tehát a minőséget kívánja támogatni a sportbizottság, tehát a minőségi sportegyesületeket, egyéni sportolókat, emellett jelentősebben az eddiginél az utánpótlás nevelést és a szabadidősportot, valamint a diáksportot. Most ez az 5 fő terület van, amit támogatni kíván. Herke Szabolcsot kérdezem mindjárt, bocsánat, egy pillanat türelmet kérek. Ehhez még ha lehetne hozzászólnék. Igaz, hogy mondjuk most a 10%, ez úgy tűnik, hogy jelen pillanatban a sportból kivonult. De hát én bízom benne, hogy hát föl fog állni egy kuratórium, én úgy tudom, amelyik szét fogja osztani majd a befolyt 10%-ot. Hát abból még én úgy gondolom, hogy azért a sport valamennyire, ha nem is olyan mértékben, mint eddig, de részesülni fog. Miután úgy tudom, hogy a sportbizottság tagjai közül is lesznek delegálva ebbe kuratóriumba, hát én bízom benne, hogy ha nem is annyit, de megközelítőleg azért a sport meg fogja kapni, amit hosszú évek során kinkeserves munkával, mert azért nem egy egyszerű dolog ez a 10%-nak a megszerzése. Van-e a szabadidő sport vezetésének stratégiája arra, független az önkormányzati támogatástól, hogy ezt a kieső összeget valamilyen módon pótolja? Tehát más forrás. Kialakulóban van. Most egyelőre az az igazság, hogy be volt tervezve, de hát ez most nincs. Hát most mi is olyan helyzetben vagyunk, hogy megpróbáltuk a sportbizottsághoz fordulni, de hát Laci mondta, hogy hát ez minden egyesület nem fordulhat, nem tudja kielégíteni őket. Csak nálunk ez annyit jelent, hogy van egy-két olyan szabadidős egyesület, amelyik 100 000 forintból gazdálkodik, és ha ez kiesik, akkor megszűnik. De hozzáteszem, hogy ezek az egyesületek elsősorban azért a sportbizottság támogatására számítottak tavaly is. Bödő úr, beszéltünk az ellenőrzésről, hogy nincs módjában, vagy legalábbis nem széleskörű módon lehet ellenőrizni, hogy hova használják fel a pénzeket. Nekem ezzel azért van problémám, megmondom őszintén, mert nagyon sok olyan hangot hallunk, ami azt a jelet mutatja, vagy azt a következtetést vonatja levelünk, hogy nem mindig oda használják fel a pénzt, ahova kell
most lehet, hogy sokan megköveznek érte. Nem gondolkodott-e a sportbizottság az önkormányzat olyan megoldásokon, ami anyagi, edzőtábori, egyéb kézzelfogható esetleg támogatásban nyilvánulna meg az egyesületek fele? Kicsit bonyolultan fogalmaztam, igen, de a lényeg igen, az... de értem, hogy miről van szó. Azt hiszem, hogy ennek semmi értelme, mert most, ha egy egyesület kap, tegyük fel 1 milliót arra, hogy edzőtáborozzon, azt a milliót ő arra használja, amire akarja. És behoz nekünk 1 millióról számlát, hogy az az edzőtáborról van. Tehát ezt nagyon nehéz megfogni. De a sportbizottságnak eltökélt szándéka, hogy mindenkivel, aki pénzt kap a sportbizottságtól, aláírat egy nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul, hogy az egyesületben a pénz felhasználását a sportbizottság ellenőrizze. Na most én az egyesületi törvényt nézegetve úgy tudom, hogy az egyesületeket kizárólag az ügyészség ellenőrizheti. Tehát jogköre az ügyészségnek van működési szempontból. Itt most klasszikus példa esetleg a Ferencvárost is mondhatnánk, ahol ugye szörnyű szállán eltűntek hatalmas összegek, és végül is azt mondták, hogy ez majdnem egyesületi belügy, ugye egy bizonyos értelemben. Milyen eszközök állnak rendelkezésükre, azon kívül esetleg, hogy a szerződést? Egyáltalán jogszerű ez a szerződés? Igen, én szerintem jogszerű, hiszen ha aki végigolvasta Dejcs Tamásnak az eddig megjelent ugye, nyilatkozatait, abból is egyértelműen kiderül, hogy ahová ők pénzt adnak, ellenőrizni is akarják. Tehát a kormány is ezzel ért egyet, és én is ezzel értek egyet, nem azért, mert a kormány ezt meghirdette, hanem a sportbizottság ezt már korábban csinálta, és az egyesületek egyetértettek vele. Tehát itt arról van szó, hogy az általunk adott pénz felhasználását ellenőrizhetjük, nem az egyesület egészét. Tehát csak azt a pénzt, amit az önkormányzat sportbizottsága ad. Szabolcs, igen, ő akarsz ehhez igen, valami igen. És a másik, hát ha a szerződés úgy fogalmazódik meg, ami két fél között jön létre, abba ki lehet térni arra, hogy ezt a pénzt, ezzel a pénzzel kapcsolatosan beszámolási kötelezettsége van annak, akinek adják. És akkor úgy érzem, hogy jogilag is ez megoldható. Mennyire történik meg az egyesületek véleményének a kikérése? Ebben egyáltalán folynak-e párbeszédek, főleg a nagy egyesületekre gondolok, tehát természetesen. Kosárlabda csapatokra, igen. Kézlabda csapatokra. Folynak ilyen megbeszélések az egyesületekkel, hát szinte napirenden van, hogy találkozunk ezeknek az egyesületeknek az elnökeivel, ügyvezető igazgatóival, és tárgyalunk velük. A másik, hogyha például elkészítjük a mi költségvetési javaslatunkat, ami a sportbizottság elé megy, azt először megtárgyalja a PSVS, tehát a Pécsvárosi Sportegyesületek Szövetsége, ahol majdnem minden egyesület képviselve van. Tehát ez így folyik azért. Pödő úr, sportcentrum. Nagyon-nagyon sok probléma van, én úgy gondolom legalábbis a létesítményekkel. Ugye van egy létesítményünk a volt Bőrgyák pályán, a szabadidős és a diák sportcentrum, de mi a helyzet ez ügyben? Én úgy érzem például a Pécsújhegyi pályával kapcsolatosan, hogy egy hatalmas nagy káosz van, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. Nincsenek tisztázva tulajdonviszonyok, jogviszonyok, eladási koncepciók, egyik bizottság utalja a másiknak, és tulajdonképpen a vége úgy is az lesz, ahogy a tendencia mutatja, hogy elveszik megint egy pálya a sport számára. És hát sorolhatnám a többit is, a legfrissebb a Peac pálya fenyegetettsége, tehát ott a Tüzér utcai létesítmény. Tehát valójában könnyebb esetleg egy újat építeni majd, mint a régieket felújítani? Mi a koncepciója a sportbizottságnak? Hát most a Pécsújhegyi pálya az olyan állapotban van, hogy kezdődött azzal, hogy a szénbánya eladta a körülötte lévő területet. Tehát például eladta a kazánházat. És az nem az önkormányzaté, gondolom én. Nem az önkormányzaté volt, igen. És ott egy KFT-vel vagy BT-vel én ott sorozatban leveleztem, hogy nem költözünk ki, meg nem visszük el a kazánházat, hát hová fenébe vigyük azt a kazánházat. Tehát a bejáratot is eladták, úgyhogy most pillanatilag a Pécsújhegyi pálya megközelíthetetlen elvileg. Most ugye ott szabad területek vannak, tehát bárki átjárhat, de ott másnak a terület. Engem az érdekelne, röviden elnézést, hogy közbevágok, csak megy az idő, hogy van-e arra leális lehetőség, hogy megmaradjon a sport számára, akár egyesületeknek, akár a szabadidősportnak, vagy nincs? Tehát pillanatilag a helyzet hogy áll?
szerintem nagyon kevés a lehetőség. Tehát végül is tartja magát az a ott, nézet, hogy... Ott öltözőt, fürdőt kellene építeni, oda kellene vinni a vizet, a villanyt, a gázt, tehát ezt, csatornát, ezt nem tudom elképzelni. És a Szabadidő Központ, a Várkőj Ferenc Stadion, azt hiszem vannak információk, mennyiben szolgálja a diáksportot most a Szabadidős Centrum? Nagyon sok olyan egyesületet látunk ott, vagy hát vannak, akik bérlik a pályát és ott edzenek, és hát biztos, hogy nagyon hasznos tevékenységet folytatnak. Van-e valami terve erre? Igen. Hát a tavalyi évben a Várkőj Ferenc Diák Sportközpont elsősorban az utánpótlás labdarúgásnak adott otthont, és a kispályás labdarúgók vették igénybe az idő nagy részében, és hát a női csapatot edzett, és ott voltak a mérkőzései. Most 1999-re a Várkőj Ferenc Diáksportcentrumban lévő futópálya felújításra kerül. Jelenleg is folynak a munkálatok, nagyon nagy lendülettel, mert nap mint nap látom, ott a szemem előtt dolgoznak az emberek. A futópályát borító földrésznek már a 90%-a elhordásra került, és hát arra majd egy új salakos szőnyeget borítanak, és felújításra kerül azzal a céllal, hogy a diák sport atlétikai rendezvényei oda kerüljenek. Ezt az önkormányzat finanszírozza, ezt a munkálatokat? Nem, ezt a sportlétesítmények igazgatósága. Tehát ez külön büdzséből megy, hogy ezt a felújítást. Az olimpiai sportágak, hát ez is egy másik kedvenc témája a városnak. Ugye olimpia lesz 2000-ben, van is egy ilyen program, egy koncepciója, és tulajdonképpen igaziból esélyes olimpikonunk, én úgy vélem, vagy úgy gondolom, legalábbis cáfoljanak meg, ha nem így van, nincs pillanatnyilag. Lehet, hogy egy vagy kettő talán a Gyurkovicsot említhetni. Ugyanakkor az országos koncepcióban vannak kiemelt olimpiai sportágak, a tervezetben ugye ilyen a kerékpár, birkózás, kajakkenu, íjászat, nem tudom, jól mondtam-e, legutóbbi információm szerint. Tehát ezek a sportágak viszont Pécset már elnézést, de hát igencsak vagy visszafejlődtek, és a kerékpárnak most itt ül egy prominens képviselő, el fogja mondani, hogy milyen tervei vannak, mert már beszéltünk róla. De hát a kajakkenu ugye nem elérhető itt közelben, legalábbis Orfűig kell menni, birkózást sem látom én, hogy itt az egyesületi vitában íjászat volt valamikor, hogy van-e, azt nem tudom. Mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Érdemes-e nagy befektetéseket végezni ez ügyben, és hát ennek a kimenete enyhén szólva is kérdéses. Na most, ami megszűnt, szerintem annak minden anyagi oka volt, hogy megszűnt. Például az íjászat, ahol nagyon, nagyon jó versenyzők voltak, hiszen a Bulc Ildikó azt hiszem 7-szer nyert magyar bajnokságot, ha jól emlékszem, és olimpiai kerettag volt, tehát, és többen voltak olyanok, akik magyar bajnokságot nyertek. De most ezzel nem tudunk mit kezdeni, hiszen ez több mint 10 éve megszűnt, vagy talán még annál is több, nem tudom pontosan. De nem az én időmben, hogy így mondjam, elnézést kérek. És több olyan sportág van, mint a kerékpár, ahol ezt a sportágot néhány versenyző reprezentálta. Most az egy-két versenyző eligazolt máshova, kész ezzel a felnőtt versenyzés készen volt. Tehát azok, akik reflektorfényben voltak. Most a birkózás ugyanígy volt, hogy nem volt felnőtt szakosztály. Pedig korábban, mint húsos egyesületnek volt pénze. Tehát szépen volt pénze, működtethetett volna a felnőtt szakosztályt is, talán egy kicsit többet kell volna áldozni rá, és akkor a sportbizottság is áldozott volna rá lényegesen többet. Tehát ha nincs felnőtt szakosztály, akkor csak utánpótlást nevelni, ez egy rendkívül öncélú dolog. Nekem Hegedűs Csaba azt mondta, hogy ha egy magyar ember, majd föláll valaki a dobogóra, egy magyar ember, és annak szól a himnusz, akkor annak örülni kell. Én is örülök neki. De nagyon szeretném, hogyha valaki feláll a dolgokról, az pécsi magyar ember legyen. Tehát mi nekünk ez a dolgunk, hogy a pécsieket segítsük, és nem országos viszonylatban próbálunk ugye szervezkedni. Tehát most az egyesületektől kértük, hogy adják be, hogy kit jelölnek ők, vagy kit tartanak arra alkalmasnak, hogy készüljön az olimpiára, és mi támogassuk. Na most ezt minden egyes sportolót, ilyen lesz gondolom egy 7-8, minden egyes sportolót megbeszélünk külön-külön az adott szövetséggel, hogy a szövetség ezt hogy látja.
és a szövetség azt mondja, hogy igen, ők számítanak rá, akkor támogatjuk. Kiknek van reális esélye? Most próbáljuk azért egy kicsit összeszedni. Hát én szerintem, akit említettél, a Gyurkovics Ferinek, őnek itt tényleg van reális esélye. Ő valami hatalmas elszántsággal készül is erre, tehát rendkívül sokat dolgozik, most is edzőtáborban van. Tehát ő neki van esélye arra, hogy kijusson, és rajta kívül még hát sok embernek van esélye, hogyha ha jelenleginél többet edz és komolyabban veszi. Gondolok itt akár a Bodor Ricsire úszásban, vagy gondolok a Vészi Klárára, aki cselgáncsban, hogyha ha ő ezt tényleg nagyon komolyan veszi, bár remélem, hogy komolyan veszi, akkor neki van esélye, hogy kijusson. És hát a Hart Péter is, hogyha többen dolgozik, és ha több versenyen indul, talán oda juthat, hogy eléri azokat a pontszámokat, ahogy kijuthat. Tehát van néhány ilyen versenyzőnk, vagy akár a Cukor, aki gyaloglásban, ugye a legutóbbi olimpiára is kivihették volna, hiszen a szintidőt ő megcsinált. Szabolcs, kerékpár utoljára hagytuk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok versenyen voltam én is. Színvonalas jó versenyek ezek, de én úgy tudom, hogy készül egy program, ami a kerékpározás talán nagyobb fellendülését fogja majd elősegíteni. Hát bízom benne, hogy ez így lesz. Most 1999-ben Pécs város megkapta a kerékpáros diák olimpia rendezési jogát, amit május 21-22-én szeretnénk megrendezni Orfűn, mivel ott a terep adott, mivel országúti és terepversenyről, illetve mountain bike kerékpárról lenne szó. És hát végül is ezzel nyitanánk a kerékpársport fölvirágoztatása érdekében, és hát céljaim szerint, ha összejönne, akkor az I.S. Gyula általános iskolában szeptemberben egy olyan osztályt indítanánk, ahol duatlon kerékpár és a triatlonra alkalmas gyerekeket gyűjtenénk össze, és próbálnánk iskolai keretek között egy kicsit nagyobb lendületet adni ezeknek a sportágaknak. Én úgy látom, hogy nagyon népszerű a kerékpár, tehát szabadidős szinten is mindennapi dologban. Hogyan lehet ezt koordinálni, mert hát ugye a Rózsa Dombi iskola, az I.S. Gyula eléggé kint van a városból. Esetleg gondoltok-e arra, hogy több helyen lennének ilyen kerékpáros centrumok? Ha igény van rá, akkor igen, de hát most egyelőre én nagyon örülnék annak, hogyha egy iskolában ez létrejönne. A városban lévő kerékpársportról pedig annyit szeretnék elmondani, hogy sajnos a megfelelő szponzori háttér miatt a felnőtt versenyzők, mint már a Bödő úr említette, elmentek Pécsről. Itt elsősorban csak anyagi okai vannak, mert tehetségben soha nem volt hiány Pécs városában. És hát ezt a tavalyi évben úgy próbáltuk ellensúlyozni, hogy egy 10 versenyből álló versenysorozatot Pécsi Kupa néven hívtunk életre, és mellette még voltak a Gyűjtsd a Kilométer akciónak a kerékpárversenyei, úgyhogy elmondhatom, hogy az országban megrendezendő kerékpárversenyek közül körülbelül az egynegyedét mi rendeztük, és ez igen szép szám. És hát idén is természetesen jelentős szerephez fog jutni, idén is lesz Pécsi Kupa terveink szerint, és hát a Diák Olimpia úgy érzem, hogy a fiataloknak egy nagy lendületet ad, és ha szeptemberben valóság lesz, hogy egy ilyen egyéni sportágokat tömörítő ciklikus sportágot tudunk létrehozni, akkor azt hiszem, hogy elindultunk fölfelé, és hát szeretném, hogyha ez nem csak fiatal versenyző szintig lenne, hanem később megfelelő támogatottságot, megfelelő szponzori hátteret találva Pécs város ismét kivívhatná magának azt a jogot, mint évekkel ezelőtt a Dévaiak, a Rajnai, a Hírt, István Hírt, Józsi idejében megmondhatnék még jó párat, mert hát a Laci is tudja, hogy az országban az egyik legjobb egyesület Pécset működött. Itt akkor sajnos lassan 5 percünk van egyébként, csak mondom, lejár az időnk, de hát tudnánk még nagyon sokáig beszélgetni.
az új kormány, ennek mostani kormánynak kiemelt feladata a szabadidő és a fogyatékosok sportjának támogatása. Mi a koncepció Bödő úr a Sportbizottság részéről ezeknek a területeknek, amelyek, hát Pécsett is legyünk őszinték, az egyik nagyon sajnos szomorúokból, a másik örömteli okból támogatása szorul, milyen prioritást kapnak ezek, ha kapnak egyáltalán? Természetesen kapnak, és mind a kettőt támogatni kívánja a Sportbizottság, benne van a koncepcióba, tehát az elképzeléseink között is. Eddig is támogattuk. Azt, hogy ennél többel támogatják, az nem lesz különösebb nehéz, elnézést, mert én úgy tudom, hogy elég kevés volt például a fogyatékosok sportjára. Lehet, hogy rosszul tudom, tehát arányaiban. Nem, jól tudod, nem volt sok, de gyakorlatilag amennyit ők kértek, azt megkapták, sőt, ezeket a sportolókat, akik igen szép eredményeket értek el, minden év végén jutalmaztuk, és hogyha versenyre vagy ilyenre el akartak menni, és ahhoz pénzre volt szükségük, mindig biztosítottuk. Tehát ez a jövőben is így lesz, de én azt hiszem, hogy az eddiginél mindenhogyan több pénzt akarunk erre biztosítani. Lesznek-e olyan törekvések, most már tényleg csak rövid válaszokat kérek, hogy ez most lehet, hogy egy ilyen szentségtörő kérdés, hogy tisztázódnak majd a fogalmak, mit jelent szabadidősport, tömegsport, diáksport és így tovább. Én úgy érzem, hogy ha ezeket a fogalmakat is helyére raknánk, és ugye ezek belül is vannak olyanok, amelyek szponzorációs háttérrel rendelkeznek, akkor talán kristálytisztább lenne a viszony és a helyzet. Én azt hiszem, hogy ezek a fogalmak teljesen tiszták, csak sokan nem ismerik. Szóval igen, az az érzésem, hogy sokan mást értenek alatta. Mást értenek alatta. Úgyhogy, tehát igen. Akkor itt rend van tulajdonképpen. Én úgy érzem, hogy igen. Egy kicsit elsiklottunk a sportcentrum mellett, leragadtunk itt a pálya a Várkői Ferenc stadion mellett. Mennyire befolyásolja az a sportbizottság lépéseit, hogy ugye az Európa-bajnokság rendezésében nem hiszem, hogy bele tudunk szólni, sőt országos szinten sem valószínű. Változik-e a koncepció, egyáltalán egy ilyen gigantikus beruházásnak mennyi hozadéka és mikor van hozadéka? Elég filozófikus. Hát lényegében ez egy filozófikus kérdés. És hát nagyon sokba kerül ugye azt. De azt hiszem, hogy ez egy kétélű dolog. Ha nincs stadion, egy megfelelő stadion, nincs csapat. Mert azt mutatja, hogy nincs rá pénz. Tehát se a stadionra, se a csapatra. És ha van egy jó csapat, akkor stadion is van, és fordítva. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy a város áldozon arra, hogy ez a sportcentrum építése elkezdődjön. Hiszen nem arról van szó, hogy itt 2-3 év alatt ez felépüljön, hanem arról van szó, hogy elkezdődjön ennek az építése, és igen jelentős pénzeket tudnánk szerezni különböző alapítványoktól ennek az építéséhez. Még egy kérdés ide kapcsolódóan az élsporttal kapcsolatosan. Mindig éles módon vetődik az fel, hogy vajon kell-e olyan csapatokat támogatni, akiknek eleve is megvan a szponzorációs háttere. Hadd ne mondjam, tudjuk, hogy kikre gondolunk és kire gondolunk. A koncepció változatlan-e? Tehát ugyanúgy kell támogatni az élsportot is, és a profi sportot, vagy pedig az ott felszabaduló energiákat, esetleg mondjuk az utánpótlás nevelése lehet fordítani. Na most ez én tudom érdekes. Azt, hogy tavaly a kosárlabda csapat mennyit kapott, hiszen ezek publikus számok, de sokan azt mondják, és tényleg ez a vélemény, hogy ez egy ilyen egyfajta sivatagba homok akció, ugye, ahol nagyon sok pénz van, oda még teszünk be, és hát ez elenyészen kevés ott. Ha ezt a pénzt az önkormányzat nem teszi be, tegyük fel a női kosárlabdába, akkor ma nincs női kosárlabda, vagy legalábbis nem ezen a színvonalon. Tehát, hogyha mi teszünk egy csomó pénzt az utánpótlás nevelésbe, és közben a legjobb csapatokat nem támogatjuk, akkor meg minek teszünk az utánpótlás nevelésbe? Tehát az elv marad. Itt csak egy dologról van szó, egy lényeges dologról, hogy szét akarjuk választani a profi sportot az amatőrtől. Szabolcs, ha megengedsz egy magánjellegű kérdést, hogy érzed magad új pozíciódban, és mennyire nehéz Pécsváros szabadidősportjában tevékenykedni? Most számítsuk le azt, hogy esetleg itt mindig nehezebb lesz az anyagi helyzet talán. Szokom, igen. Köszönöm, ez végszónak is. Igen, még esetleg annyit igen, talán, igen, hogy tessék, parancsolj, egy percünk van még, igen. A szabadidősport idény
szombaton indul a Hegyre fel című akcióval. A Tettyén van a találkozó, 9-től 9 óra 45-ig lehet jelentkezni, mindenkit szeretettel várunk, aki kerékpárral, futva vagy gyalogosan meg szeretné hódítani a TV-toronyban lévő kis eszpresszóhoz vezető utat. És ott egy meleg tejával várunk mindenkit, és egyéb dolgok várnak még rá, és ez az idén betervezett 50 szabadidős rendezvényből lesz az első, nem számítva az egyéb a csapatbajnokságot, a kispáslabdarúgást, az asztali teniszt, a sakkot, a kosárlabdát, és még folytathatnak. Végszóként azt hiszem, hogy ezt szerettem volna még elmondani, és köszönöm a lehetőséget. Igen, hát azt hiszem, hogy ha így élünk a lehetőségekkel, és ennyi rendezvényen részt tudunk venni, akkor nem lesz különösebb probléma. Mindkét vendégemnek köszönöm a megtisztelő részvételt, hogy kérdéseimre legalábbis megpróbáltunk válaszolni. Azt hiszem, hogy a teljesség igénye nélkül lehet egy ilyen beszélgetést befejezni. A kedves nézőknek pedig mondanám majd, hogy ha enyém lesz ez a kamera itt, akkor igen, hogy köszönöm a figyelmüket, és holnap reggel új friss sportműsorral jelentkezünk a Hírórában. A fél óra című műsort látták, benne a sportról beszélgettem dr. Bödő Lászlóval, a sportbizottság elnökével, és Herke Szabolcsal, Pécsváros szabadidős sportjának egyik szervezőjével. A viszontlátásra!